Tisztelettel köszöntöm a Buda környéki önkormányzati társulási tanácsülésén megjelent polgármestertársaimat és megjelent vendégeinket. Az ülésen jelen van Buda Jenő képviseletében Buda István, Budakeszi képviseletében Győri Ottilia, Herceghalom képviseletében Csizmadia Zsuzsa, Nagykovácsi képviseletében Szemesi Barbara, Págy képviseletében Székely László, Perbá képviseletében Varga László, Pilisjászfalu képviseletében Székely Róbert, Remete Szőlős képviseletében Szatmári Gergely, és Telki képviseletében Deltai Károly polgármester hölgy és urak és alpolgármester asszony. Mindenkit sok szeretettel köszöntünk. A forgatókönyv ott van mindenki előtt, és azt szeretném javasolni, hogy ezt is nézzétek meg. A jegyzőkönyv vezetésre a jegyzőkönyv alapján Buda István polgármester urat szeretnénk fölkérni. Erről egyből szavazunk majd a napirendi pontokkal együtt. A napirendi pontoknál tekintettel a vendégekre azt szeretném javasolni, hogy a hármas napirendi pontot, ami a Buda környéki egészségprogram 2021-es megvalósításáról szól, az első napirendi pontként tárgyaljuk. Tehát aki a napirendi pontokat ezzel a módosítással, illetve a hitelesítő szemét elfogadja, az legyen kedves igennel szavazni, és indítjuk a szavazást. És nyomjál egy igen. 10 igennel egy hangon megszavaztuk, közben Biatorbágy képviseletében Tarján István polgármester urat is tisztelettel köszöntjük, úgyhogy már is megkezdenénk akkor az első napi rendi pontunkat, ami a Buda környéki egészségprogram 2021. évi megvalósításáról szól, és ehhez a napi rendi ponthoz érkezett vendégünk dr. Csányi Péter és dr. Poca Péter személyében is tisztelettel köszöntöm a doktor urakat, és hát én azt gondolom, hogy talán elsőként rögtön a Kocsányi Péternek, ha lehet, megadnám a szót. Fontos fázisához érkezett a Buda környéki egészségprogram, hiszen túl vagyunk a Covid harmadik hullámán, és most végre össze lehetőségünk van olyan tevékenységeket is szervezni, megvalósítani, amelyeket a harmadik hullám okozta kötöttségek miatt nem volt mód. Emiatt elnök asszonnyal és főnökömmel, Babos Krisztina főigazgató asszonyal, tehát Kóca Péter főigazgatóúrral egyeztetve olyan programokra fókuszálunk és teszünk javaslatot az ősz folyamán, amelyek egyébként a Buda környéki egészségprogram rendszeres testmozgás, egészséges táplálkozás, az alapellátás és szakellátás színvonalának a javítása és az iskolai egészségfejlesztés javítása céljaihoz úgy tudnak hozzájárulni, hogy ugye minél több az élő részvétellel történő kapcsolódás. Két jó hírt is szeretnék a tisztelt kollégákkal megosztani, lehet, hogy hallották már ebben a körben, hogy az Európai Bizottság a programot és annak az iskolai egészségprogramját egy harmadik díjjal díjazta egy teljes európai versenyben, ami az EMMI által adott forrás mellett további forrást is jelent a Buda környéki önkormányzati társulás számára. És másik fontos információ, hogy sikerült megállapodni az egészségügyi világszervezettel, hogy a légzőszervi fertőzések átvitelének a gyermekek körében, az iskolás gyermekek körében történő csökkentését ők támogatják. Ez a Korányénak a projektje egyébként, amit azonban jeleztem elnök asszonynak, hogy a Buda környéki egészségprogram részeként a program résztvevőivel közösen szeretnénk megvalósítani, tehát ez megint egy további támogatási lehetőség, és nagy érdeklődést mutat a WHO a következő két éves együttműködési ciklusban. Tegnap beszéltem erről Horváth Ildikó államtitkár asszonnyal, az iskolai komplex függőség megelőzési program folytatása és országos kiterjesztése témájában. Ez egy egészen friss információ. Tehát csak annyit szerettem volna elmondani, hogy az EMMI és a WHO is figyel a Buda környéki egészségprogramra.
A konkrét őszi programok tervei azok megfelelnek egyébként a tisztelt polgármester asszonyok és urak által jóváhagyott program fő pilléreinek, amit Horváth Ildikó államtitkár asszony is jóváhagyott, tehát van gyermekegészség elősegítése, aktív korúak, idősek, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése és egészséges lakókörnyezet kialakítása, és a gyermekegészségen belül az iskolai programok tekintetében akkor néhány konkrétumot mondanék. Még azt is szeretném mondani, hogy tudomásom szerint közelmúltban sor került az iskolai igazgatók tájékoztatására, akik örömmel fogadták. Tehát én itt inkább röviden egy-egy mondatban szólnék ezekről a programokról. Ha van részletekben menő kérdés, természetesen erre lehetőség van. A Lépéssel nyerhetsz tavaszi program, amit mi utólag sikeresnek gondolunk, sőt érkezett is olyan kérdés, hogy lehetne ezt folytatni. Tehát végül is ennek a folytatásaként és a tavasszal tervezett, de nem megvalósítható program helyett ősszel javaslunk októberben egy világgyalogló hónap megvalósítását, ami a BÖT területén működő óvodák és iskolák bevonásával valósulhat meg. Ez egy nemzetközi kezdeményezés, egy világkezdeményezés, amit Magyarországon a Magyar Szabadidősport Szövetség koordinál, és ennek az a lényege, hogy hát az iskolában a gyerekek októberben szervezett formában minél többet gyalogoljanak, be kell jelentkezni a MASSportnak, Magyar Szabadidősport Szövetségnek a honlapján. Elnökasszonynak elküldtük egyébként a részletes információ, technikai információkat ezzel kapcsolatban, és az idei forrásból kigazdálkodható az, hogy iskolánként a koordinátorok fejenként 100 000 forint támogatásban részesülhetnek, hogyha eredményesen koordinálják ezt a programot. Annyi változás van a Lépéssel nyerhetsz képest, itt mindenki nyertes lesz, annak örülünk, ha segítjük a gyermekek rendszeres testmozgását. Tehát azon túl, hogy minden koordinátor díjazására mód van, a gyerekek is kaphatnak külön díjat, akik ebben aktívan részt vettek, erre is rendelkezésre áll egy keret, és a résztvevő iskolák pedig sportutalványban részesülhetnek. Természetesen azt szeretnénk a magunk részéről, és Hajmen elnökasszony és polgármester kollégák támogatnak, hogy természetesen nagyon jó, ha a családtagok ebbe bekapcsolódnak, amikor az iskolás gyerekek gyalogolnak, sétálnak. Ez történhet iskolai időn kívül is, történhet hétvégén is, akkor az nagyon jó, ha a család minél több tagja csatlakozik hozzájuk. Tehát ez a világgyalogló hónap októberi megvalósítása, ami egyébként a tavaszi testmozgás programról jön át őszre, és szintén csúszással tudjuk elkezdeni, de nagyon jó hír, hogy végre el tudjuk kezdeni az iskolai lelki egészség támogató program következő fázisát. Bakács Bernadett képviselőasszony ebben adható segítséget nyújt, és a Híd Családsegítő Központ is. Ennek pedig az a lényege, hogy ne csak a dohányzás prevenciót, ami a kormánynak a fő missziója, de a tapasztalatok szerint az ezzel szorosan összefüggő többi függőség megelőzését is segítsük komplex módon a gyermekek körében, tehát alkohol, kábítószer, internetfüggés és egyebek. Ez egy olyan evidencia alapú, nemzetközileg kidolgozott módszer, ami főként a gyermekek társas kapcsolatainak fejlesztésére, a nemetmondás képességének a fejlesztésére irányul, és ugyanilyen fontos elem a pedagógusok képzése, kiégéstől való óvásuk és felkészítésük azokra a hatékony kommunikációs módszerekre, tartalmakra, amivel aztán a gyerekekkel tovább tudnak dolgozni. Ennek két pillére lesz, az egyik iskolai workshopok megvalósítása, ahol vagy 2x4 vagy 1x8 órában kapnak a bekapcsolódó pedagógusok felkészítést, ami alapján aztán tudnak a gyerekekkel tovább dolgozni, és a másik lehetőség iskolai lelki egészség csoportok létrehozása.
mindkettőben Bakács Bernadett segít és a Híd Családsegítő Központ aktívan bekapcsolódik, szükség szerint külső trénerek is bevonhatók. Itt pedig az történik, hogy a jelentkező iskolák tekintetében olyan tímek jönnek létre, amiben pedagógusok, de ebbe az iskola egészségügyi tím is bekapcsolódhat, iskolavédőnő, közösen vállalják, hogy havi egy szupervízióban részt vesznek, és szakemberek segítik azt, hogy ők hatékonyan tudjanak hosszabb időn keresztül a gyerekekkel dolgozni a függőségek komplex megelőzése érdekében. Tehát elnök asszonnyal megegyeztetve ezek az ősszel konkrétan tervezett programok, amelyek be is vannak árazva a teljes idei 85 milliós budget részeként, amit az EMMI biztosít a Buda környéki önkormányzati társulásnak, és ez utóbbi kettő, illetve a WHO programban, ja, a WHO programon mondok még egy szót, tehát ennek a kettőnek és az új WHO programnak a szakmai koordinációjában pedig dr. Ákos és Zsuzsa szakmai tanácsadóasszony segíti a BÖT-nek a munkáját. Az új WHO programnak az a lényege, hogy mi adunk egy szakmai muníciót a Korányiban, Pataki Enikő kommunikációs vezető kollégánknak, aki készít két olyan videót, és itt COVID negyedik hullámára készülve, de más légzőszervi fertőzésekre is gondolva, ami két alapvető technikát mutat be a gyerekeknek szemléletes, jól közérthető módon. Az egyik, hogy terjednek a légúti fertőzések, és ennek a megakadályozásában a helyes kézmosás hogyan segíthet, és bemutatja a helyes kézmosást, egy rövid videó. A másik pedig a helyes zsebkendő használatot, köhögés, tüsszentés esetén mi a teendő, hogyan használják a gyerekek a zsebkendőt helyesen. Ezek nagyon-nagyon fontos intézkedések az esetleg érkező negyedik hullám tovább terjedésének a megakadályozásában. És ha elkészültek ezek a videók, akkor azt kiközvetítjük az iskoláknak, ahol kérjük a gyerekeknek bemutatni, az alsó tagozatokban javasoljuk rajzversenyt, a felsőben valamilyen multimédiás lehetőséget is, akár egy rövid videó készítését, ami az iskola közössége előtt bemutatásra kerülne, és végül is az ilyen többszöri átgondolás alapján praktikusan az a cél, hogy el is kezdjék az iskolák ezt a típusú megelőző tevékenységet, tehát bevezessék a helyes kézmosást, és megtanítsák a gyerekeket a helyes zsebkendő használatra. Tehát ez egy WHO által támogatott, jól körülírt idei program, ezt a Korányi nyerte el ezt a támogatást, de örülünk, hogy a Buda környéki egészségprogram részeként valósítható meg, és ugye elnök asszony is támogatásáról biztosított bennünket. Tulajdonképpen az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése tekintetében én szeretném Póca Péter főigazgató úrnak átadni a szót, és az egészséges lakókörnyezet kialakítása tekintetében elnök asszonynak és Somogyi Farkasnak. Talán még annyit szeretnék mondani, hogy nagy örömmel tapasztaljuk a Korányi intézet vezetősége részéről, hogy elnök asszony és csapata proaktívan további fontos kezdeményező javaslatokkal élt, tehát az általam elmondottak tekinthető úgy, hogy a hivatalos jóváhagyott programelemek, de ezen túl terveznek további fontos programokat, és ebből kettőt emelnék ki a szabadidős testmozgás tekintetében, hogy készül egy olyan sportadatbázis, ami szülők, fiatalok, gyerekek számára érthető módon bemutat valamennyi szabadidős sport lehetőséget a BÖT területén. Ehhez sok szeretettel és tisztelettel kérjük a polgármester kollégák hathatós kapcsolódását. Ez egyébként a Póca Péter főigazgató javaslata volt, és nagyon fontos is. Hát ami már adottság, lehetőség, arról tudjon a lakosság, azok a polgárok, akik itt élnek a településeinken. És a másik, hogy megkezdődött sportegyesületek bemutatása,
videókkal, interjúkkal, nagyon élő, interaktív módon. Ezt is nagyon jó lenne folytatni és kiterjeszteni, hogy váljon közkincsé az a hát, fantasztikus lehetőség csomag, amit a Buda környéki települések a csodálatos földrajzi fekvés miatt is, meg a saját aktivitásuknak köszönhetően is tudnak biztosítani. Köszönöm szépen. Kedves polgármester asszonyok, polgármester urak, a polgármester asszony, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Először is szeretném megköszönni Csányi Péternek, illetve Bogos Krisztina főigazgatóasszonynak a rengeteg munkát, amit ebbe együtt beletettünk ebbe a Buda környéki egészségprogramba. A mi részünkről, mint járási szakrendelő, két programelemben fogunk részt venni. Az egyik ez gyermekekhez kapcsolódó, az iskolavédőnők segítségével egy oktatást követően gyermekbőrgyógyászati kórképek szűrésében szeretnénk hathatósan részt venni. Ez az iskolavédőnő által történne az első vizsgálat, ezt követően pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két bőrgyógyász kollega is dolgozik a szakrendelőkben, megfelelő kapacitással tudjuk fogadni ezt követően a hozzánk irányított kis betegeket. Itt anyaéhszűrésre, ekcéma szűrésre kell gondolni. Ezekben szeretném kérni a településvezetőknek a segítségét, hogy a védőnői hálózat elérhetőségét mindenféleképpen adják meg nekünk. Minél több iskolavédőnőt szeretnénk tréningben részesíteni, és minél több gyermekhez szeretnénk eljutni. A második programelem, ez egy kicsit bonyolultabb és bonyolultabban is alakult, ami a kardiológiai gondozást jelenti az alakuló praxis közösségekkel való szoros kapcsolat kiépítése kapcsán. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt orvosként, hogy a betegek egy bizonyos pontig eljutnak a saját érdekükben a kezelés kapcsán, de nem történik sem visszajelzés, illetve a kooperáció egy idő után megszakad. Ez itt a kardiológiai gondozásban terveztük azt, hogy ebben egy informatikai fejlesztéssel próbálunk részt venni. Itt az Országos Kórház Főigazgatóság, illetve az EST képviselőivel komoly tárgyalásokat folytattunk. Sajnos ez nem olyan egyszerű és nem olyan gyorsan megvalósuló történet. Itt egy 2 éves türelmi időt kért az EST, amíg ezt olyan platformon tudja beépíteni, ami a háziorvosok számára is elérhető, és a szakrendelő számára is elérhető módon egy közös platformon tudjuk követni a betegutat, tudjuk követni a beteget, mi történt vele, hova került, mit csinál, adottan, ha szükséges egy felülvizsgálat, egy kontrollvizsgálat, akkor őt el tudjuk érni és be tudjuk hívni a szakrendelőbe. Ugye szintén egy gyermekkardiológus és 2 kardiológus dolgozik nálunk, tehát erre is abszolút szakmailag felkészülten tudjuk majd ezt a tevékenységet folytatni. Itt egy kis átcsoportosítást kérünk majd a minisztériumtól, hiszen a gondozásban fontos eszközök beszerzésére szeretnénk inkább az informatikai fejlesztésre megjelölt összeget fordítani. Azt gondolom, hogy ennek szakmai akadálya nem lesz a minisztérium részéről sem, hiszen az EST-vel egy közös tárgyalássorozaton túl vagyunk, tehát a pontos cél meg van jelölve, nagyjából pontos határidővel is, tehát meg fog valósulni ez a fejlesztés. Én azt gondolom, hogy ennek nem lesz semmiféle akadálya, így egy másik irányba szeretnénk a fejlesztést eszköz formájában felhasználni a megítélt összeget, megítélt támogatást. Én is állok rendelkezésre mindenkinek bármilyen kérdésben. Köszönjük szépen a tájékoztatást. A beszámolóból is kitűnt, hogy a Buda környéki egészségprogram az egy mennyire komplex program, nagyon sok eleme van, mint hogy az egészségmegőrzés, vagy az egészséges életmód is nagyon sok szegmensből áll össze, hogy aztán valóban ezt a vágyott célt elérjük, hogy nem csak orvosi szempontból, meg egészségmegőrzési szempontból, hanem egyéb sok szegmensből is szeretnénk ezt a témakört körbejárni. Így kerültünk ebbe bele, hogy a sport egyesületeket szeretnénk a környéken bemutatni. Na most hadd mutassam be a kollégáimat, tehát akik itt ülnek, mindannyian ebben az egészségprogramban dolgoznak. Bakács Bernadett, ő a Budakeszi Város önkormányzatának egyébként a tanácsnoka, szociális ügyekkel nagyon sokat foglalkozik, és ha szeretne pár mondatot mondani, hogy az iskolákkal a kapcsolatokat egyébként mindenhol felvettük, minden településen, ebben azért szeretnénk kérni a segítségeteket, hogy ők is regisztráljanak, vegyenek részt ezekben a programokban.
Pataki Enikő, őt már említette, te Csányi Péter doktor úr, ő a Korányi részéről és a Budakeszi Város Önkormányzat részéről is segíti ezt a programot, Csükös Levente is részt vesz ebben a programban, és Tajti Enikő kollégám is ott ül a programszervezésekben, a kapcsolatfelvételben is, és nagyon sok egyéb tevékenységben is segítenek. Most én az elhangzottakat még talán röviden annyival egészíteném ki, hogy a mi további terveink, ugye a sportszervezeteknek a bemutatása, amiben szeretnénk segítséget kérni, tehát mi sok mindenkit elérünk a magunk csatornáin, de lehetnek olyan egyesületek, sportszervezetek a térségben, akiket jó lenne bemutatni, és ezt mi nagyon szívesen meg is tesszük, és szeretnénk is, hogyha ez ügybe felvehetnénk velük a kapcsolatot. A polgármesteri titkárságokat Sükös Levente kollégám felhívta, sok mindenkivel talán sikerült is felvenni a kapcsolatot, mert az októberi sétáló programot nem csak az iskolákra, a gyerekekre szeretnénk kiterjeszteni, hiszen más generációknak is fontos lehet az, hogy októberben is sétáljon, ezért aztán arra kérnénk minden települést, hogy jelöljön ki egy olyan sétaprogramot, vagy egy olyan elfogadható túraútvonalat, amit idősebb generációk is be tudnak járni. Egy olyan 5 kilométeres útvonalra gondoltunk, és azt ezeken a csatornákon, amit Facebook oldalon, újságban és egyéb módon, televízióban szeretnénk meghirdetni. Budakeszi már kísérült egy 5 kilométeres, elég kellemes kis útvonalat, úgyhogy szeretném, ha ehhez is csatlakoznátok. Az egészséges életmódhoz természetesen az egészséges táplálkozás is nagyon szorosan hozzátartozik, ezért gondoltunk hogy szervezünk egy térségi gasztronómiai délelőttöt. Ennek a részleteiről történik, a kolléga nem tud esetleg beszámolni, ha van kérdés ezzel kapcsolatban. Szűrőbusz szeretnénk minden településen megjeleníteni, Péter majd segít ebben, hogy ezt úgy hajtjuk végre. És a végül az egész program lezárásaként, hát mi azt a nevet adtuk, hogy egy ilyen térségi sportbár szervezéssel fejeznénk be ezt az első ütemet decemberben. Lehet, hogy nem sportbár lesz a címe, hanem egészségbár, de ez még most akkor a munkacím, és akkor tulajdonképpen így lenne teljes ez az egész, azzal, hogy van egy nagyon erős szakmai háttér a Korányi Intézet részéről, az egészségügyi központunk részéről, az EMI részéről, és utána pedig az önkormányzati rendszerünk részéről hozzáteszük azt az egyéb elemeket, amivel talán ez a komplex, nagyon fontos társadalmi cél is így meg tud valósulni. Úgyhogy körülbelül így áll össze a dolog, elég sokat beszéltünk, bízom benne, hogy talán sikerült érzékeltetni, hogy ez egy milyen fontos dolog, és én egyébként nagyon hálás vagyok, hogy ebben a programban a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás részt vehet, és minden település részesül ennek a hasznaiból, vagy gyümölcseiből, és erre kérlek benneteket, hogy minél inkább folyatok ebbe bele, mert nagyon sok minden olyan elem lehet ebben a dologban, amit a ti saját településeiteken is tudtok hasznosítani. Péter, tessék! Köszönöm szépen a elnök asszony szavait, és két dologhoz szeretnék hozzászólni. A szűréssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy beszéltem hónapja már Müller Cecília országos tiszti főorvosasszonnyal, és röviden tájékoztattam a Budakörnyéki egészségprogramról, és mondtam, hogy a lakossági szűr és népegészségügyi szűrővizsgálatok hatékonyabb kivitelezése egy fontos pillér, kértem a támogatását, és hát olyannyira támogat, hogy ki is jelölt egy szakmai koordinátort, Bertokné Tamás Renátát. Bertokné Tamás Renáta az NNK Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrési koordinációs főosztályának a vezetője, aki el is jött, és volt Póca Péter doktorral egy közös megbeszélésünk, amire egyébként az alapellátás fejlesztés okán dr. Békási Szabolcsot is meghívtuk, aki pedig az országos vezető, kollegiális vezető háziorvos, aki szakmailag az ország háziorvosait összefogja, vezeti, és megállapodtunk abban, hogy Renáta, a főosztályvezető asszony, konkrét adatszolgáltatással segíti első lépésben a Budakeszi Egészségügyi
központot és az ehhez csatlakozó háziorvos kollégákat. Most nagyon konkrétan arról van szó, hogy az emlő, a ményak és a vastagbél szűrésen már megszólított lakosság, kik kaptak meghívó levelet, milyen arányban vettek részt az egyes településeken, és hogy ezt tudják a háziorvos kollégák, ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki lássa a saját praxisában, hogy hogy áll a szűrőprogram, és tudja, hogy mely hozzátartozó, hát lakosoknál, személyeknél kell erre ráerősíteni, például úgy, hogy az asszisztensnő fölhívja és megkérdezi, hogy nem számunk kérően, de hogy nem látjuk, hogy nem jött el a szűrésre, hogyan segíthetünk, mert sokszor ennek nagyon egyszerű prózai okai vannak, ami könnyedén áthidalható egy új időpont megszervezésével, vagy szállítás biztosításával. Tehát ez a lehetőség, adottság megvan, és hogyha a főigazgató úr esetleg segít abban, tehát szívesen kiközvetítenénk az ő elérhetőségét, tehát talán az lenne a jó, hogyha központilag, tehát a Budakörnyéki Egészségprogram esetleg további házi orvosainak a nevét, hogyha főigazgató úrral megkaphatnánk, akkor jelezhetnénk a főosztályvezető asszony felé, hogy ezt az adatszolgáltatást terjessze ki. És ugyanő, tehát főosztályvezető asszony javaslatot tett olyan szűrőbuszos szolgáltatásra, ami légzésfunkciós vizsgálatot tudna végezni mobil spirometria segítségével, úgy, hogy képzett asszisztenst is biztosítana hozzá. Van az NNK-nak egy másik fajta vizsgálóbusza, ez irányban még nem tárgyaltunk, amelyben egészséges életmód tanácsadásra, további vizsgálatokra van lehetőség. Ez egy nagyon konkrét ajánlat, és várja a visszajelzésünket a légzésfunkciós vizsgálat tekintetében. Én ott annyi türelmet szeretnék még kérni, hogy Bauknek Tévával, a tüdőgondozó vezető főorvosával, ugye a régiónkat ellátó tüdőgondozó vezető főorvosával szeretném még ezt szakmailag megbeszélni, hogy milyen szakmai elvek alapján kerüljön a szűrőbusz kiajánlásra, ugyanis van egy normál beteg út, tehát a házi orvosok utalják a tüdőgondozóba betegeket, ahol megtörténik ugyanez a légzésfunkciós vizsgálat, tehát nem duplikálni szeretnénk, hanem ahol esetleg olyan hiány van, kapacitás hiány van, tehát ahol tényleg segít a busz megjelenés, ahol érdemes kimenni ott, és a másik pedig, megkérdezem akkor a főosztályvezető asszonytól, hogy a másik egészségfejlesztő busznak a megjelenésére az egyes településeken lenne lehetőség. Én ezt a két típusú szűrőbuszt, egészségfejlesztő buszt javasolnám, és beszéltük elnök asszonnyal, hogy olyan típusú szűrőbuszokat, szűrőkamionokat viszont nem, amik nem mentek át a menedzsmentnek a szakmai kontrollján, mert léteznek olyan kezdeményezések az országban, amit államtitkár asszonynak kellett lefékeznünk és interveniálnunk, mert nem feltétlenül a szakma szabályai szerint működött. Tehát itt olyan szempontból kérek szépen egy kis óvatosságot, hogy legyen egy szakmai szűrő, hogy kik azok a szűrőbuszok, szűrőkamionok, akik bejönnek, és utána nagy örömmel segítünk abba, hogy megjelenjenek a településeken. És ezt tulajdonképpen kapcsolódóan főigazgatóval egyeztettük, és ez egy nagyon fontos kiegészítő információ, hogy a keringési program mellett elindul a légzőszervi program is ősszel. Ez külön nem igényel forrást a Budakörnyéki Önkormányzati Társaság részéről sem, meg az EMMI részéről sem, tehát ez teljes mértékben a Korányi állja ennek a megvalósítását, de ennek az a lényege, hogy egy az egészségügyi központ és egy praxis közösség bevonásával, tehát elkezdjük az asztma és COPD betegségmenedzsment programnak a fejlesztését, és pár hónap alatt tapasztalatot szeretnénk összeszerezni, és utána, ha ez eredményes, akkor ezt disszeminálni, kiterjeszteni, nem csak a BÖT területén, hanem országosan is. Mi nagyon szorosan összefüggőnek gondoljuk a szív és a tüdő egészségét, a keringési betegségeket és a légzőszervét, és hát egymás mellett szeretnénk segíteni ennek a kettőnek a fejlesztésében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés? Köszönöm szépen. Szeretném csinálni, hogy a nagyon
jelenítőben számolják, és látom, hogy polgármester urak és hölgyek kicsit így maguk elé néznek és lelkesíteni szeretnék. 18-ban indult ez a program, és 30-ig tervezzük csinálni. Ez azt jelenti, hogy ugye a város határában van a Korányi Tüdőintézet, ami ránézett arra, hogy a lábainál fekszik ugye ez az egész önkormányzati társulás, és igazából egy országos mintaprojektet indít be az önök közvetítésével, ami az egész országban és talán majd a világban is el fog terjedni. És ami miatt ugye egy jó elhelyezést nyertünk a Vénamonál, az az, hogy most két egységben kezelik a lelki és a fiziológiai jelenségeket, ezt nagyon kiemelték, és ez nagyon jót fog tenni a lakosságnak, és ugye és ezért lettek benne a sportprogramok is például. Tehát én most szeretnék egy ilyen mondatot, hogy egységben mozdulok őt. Tehát nagyon szeretnék kérni a polgármester urakat és hölgyeket, hogy jusson már be ez a tartsabb szintekre, tehát a lakossághoz, tehát tessék gyalogolni a lakossággal, tessék az intézményekkel elmenni, tessék mozdulsítani őket, mert ez egy kivételes lehetőség itt a társulás számára. Ezt tessék látni, és ezt 30-ig fog tartani, és plusz forrásokat hozunk be. És például ugye itt elég nagy plusz forrás valunk, és a kiegészítésem annyi, hogy itt lesz egy státusz riport is, tehát a bőtt területén élő lakosságnak az egészség szokásait és a paramétereit most így monitorozni fogjuk, ez ugye statisztika és ez nagyon sok pénz, de lesz egy státusz riportunk arra, hogy most hogy hol tartunk, és majd 30-ban megnézzük, hogy mennyire hatékonyak voltunk. Tehát amit most az iskolai munkában Rákosi Zsuzsáig elkezdtek, és ő tegnap, azt hiszem tegnap kapott a Pécsi Egyetemen egy pályázati lehetőséget ismét, ott már 100 tanár ebbe részt vett, és mindenki azt mondta, hogy a saját életmódjára és a gyerekekkel való bánásmódjára is nagyon nagy hatással volt az a tréning, amit ugye az Egészségügyi Minisztérium és a Korányi lehet közelműködésével meg tudtunk tartani az iskolában. Tehát ennek egészen konkrét gyakorlati következményei vannak, aminek nagyon lehet örülni. Ugye a polgármester asszony, amikor a szakrendelőt beindította, akkor az Schopenhauer-i idézetet mondta, hogy az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Tehát itt most ezen dolgozunk, és ez azt hiszem egy alapvetően kormányzati és polgármesteri feladat, hogy ezt a küldetést végigvigyük, és csak azt szeretném, ha rádöbbennének arra, hogy milyen kivételes helyzetben vagyunk, hogy ez itt 15-ben indult, és amennyiben nem lesz változás, akkor 30-ig ezt tartani fog. És akkor nagyon kérek mindenkit, én az iskolákat fogom hívni, de azt kérem, hogy ezt valahogy a lakosság felé is közvetítsék. Ez egy pozitív dolog, mindenki szeret egészségesen élni, jól érezni magát a bőrében, és az életet a maximumon élvezni, amennyire az egészségi állapota megengedik. Tehát ez egy alap dolog, ez egy polgármesteri küldetés, tehát azt szeretném, ha mindenki együtt mozdulna a böt. És igenis, ez nem zárul be a sportbárral, mert amennyiben ezt a projektet jól megcsináljuk, akkor természetesen további forrásokat várhatunk a minisztériumtól is, amennyiben sikeresek vagyunk, hiszen egy sikeres pályázatot finanszíroznak továbbra is. Tehát egy országos mintaprogram leszünk, és plusz finanszt várunk, ha sikeresek vagyunk. Ezért kérek minden polgármester urat és hölgyet, hogy lelkesedjenek is. Induljunk! Hát nekem én csodálatos kollégám. Sükös Valent vagyok, és a pályázat nyerteseként a kommunikációért felelek évvégéig a BEP vonatkozásában. Rövid leszek, a lényeg az, hogy elnézést kérek minden polgármester hölgytől és úrtól, akit eddig zaklattam, de ígérem, hogy továbbra is fogom keresni őket, mert azt szeretnénk, hogy az adott településeken minden lehetséges média felületen minél nagyobb súllyal tudjuk megjeleníteni ezt a témát, a Buda környéki egészségprogramot és ennek a különféle rendezvényeit, és előre is köszönöm az együttműködést, ezért kérem és kértem, hogy jelöljenek ki összekötőt, akit önök helyett tudok ezekben az ügyekben keresni, és ha gyalogol a BÖT, gyalogló október, a Buda környéki településeken program lesz az első ilyen nagyobb lélegzetű program, amihez mindenképpen számítok az együttműködésre és a segítségükre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tulajdonképpen ez egy tájékoztató beszámoló napi rendi pont volt. Úgyhogy ha a polgármester társaim elfogadják a beszámolót, én egyébként köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, nagyon kimerítő volt és lelkesítő. Szóval ilyen csapattal dolgozunk, nagyon köszönöm. Ha nincs hozzászólás, akkor kérem fogadjátok el a tájékoztatót.
10 igen, a letyonga el lett fogadva, megyünk tovább. Köszönjük szépen a vendégeinknek, és akkor visszatérünk az eredeti napirendi pontok sorához. Következő napirend az önkormányzati társulás és intézményeinek a 2021. évi költségvetésének a módosításáról szóló előterjesztés. Itt van mindenki előtt az anyag. Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés, hozzászólás, itt vannak a kollégáim. Egyébként a forgatókönyvben le van írva, hogy miért volt erre szükség. Összeszedtük a három főpontot, ha nincs hozzászólás. Mindenesetre azt azért érdemes csak egy szó erejéig kiemelni, hogy a 2021. évi költségvetésünknek a fő összege az 500 milliót meghaladja. Tehát azért ez egy komoly előrelépés, azt kell, hogy mondjam. Hát emlékeztek, hogy kezdtük az önkormányzati társulást, mekkora volt milyen költségvetési főszeggel, most ahhoz képest már az 500 milliónál tartunk. Úgyhogy ha nincs hozzászólás, akkor indítható a szavazás. Jó, 10 igennel megszavaztuk. Következő előterjesztésünk a HIT Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ alapítók iratának, szervezeti működési szabályzatának, valamint szakmai programjának a módosításáról szól. Bencsik Zsolt vezető itt van. Tisztelettel üdvözöllek. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás? Csomagban szavazhatunk egy esetleg? Igen. Ha nincs hozzászólás, indítható a szavazás. Tíz igennel egy hangon megszavaztuk. A következő napirendi pont a Pest megyei kormányhivatal budakeszi képviselőtestületének a tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló rendeletek fizetési kötelezettségének megállapításáról szóló törvényességi felhívást küldött, de nem csak Budakeszi kapott ilyen felhívást, hanem több település is. Ha megnézitek, a 10. oldalon feltüntettük, hogy Biatorvágyot, Budajenőt, Budakeszit, Herceghalmot és Nagykovácsit érinti a mostani információink szerint ez az intézkedés, az összegek. Tessék? Remete szörlös. Akkor bocsánatot kérek, akkor a nem teljes a... Ez a közterület felügyelet által ellátott települések. A közterület, jó, hát jó, de nem csak őket érint ez a dolog. Szóval a lényeg az, hogy akkor ilyen példálozó jelleggel Budakeszinek ez 10 millió körüli bevételkiesést jelentene, amennyiben ezt elfogadjuk, de hát Nagykovácsnak meg akár 20 millió forint, 20-22 millió forint bevételkiesést is jelent, amennyiben ezt a törvényességi észrevételt így tudomásul veszik az önkormányzatok. Na most ugye itt az, hogy mindenki, mindjárt két mondatot mondok, és már is megadom a szót, minden önkormányzatnak kell ezt a kérdést tárgyalnia, tehát a polgármestereknek a képviselőtestület elé kell vinni a Tarnai Rihárd úr által aláírt törvényességi észrevételt, és az alapján dönteni 60 napon belül, hogy járnak el ebben az ügyben, de miután ez a térséget is érinti, tehát több mint 52 önkormányzat kapott egyébként egy ilyen típusú levelet, ezért aztán lehetséges, hogy a jogi fellépés nem lenne hátrányos, hogyha egyforma irányba haladna. Tegnap volt egy önkormányzati társulás, vagyis a TEOSZ ülése volt, az a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, ahol egy ilyen elnökség ülés, Nagykovácsi képviseletében is ott volt egy úr, bocsánat, ha most az ő nevét így nem mondom, és én ezt a kérdést fölvetettem ott a főtitkár úrnak, hogy most akkor nekik mi a jogi álláspontjuk. A jogi álláspontjuk az, hogy nem jogszerű a kormányhivatalnak ez az álláspontja, és a jogi érvelést egyébként el is küldte, amit szívesen továbbít jegyző úr a települések jegyzőinek, és
Most egyelőre ennyit tudunk tenni. Egyébként a határozati javaslatban az szerepel, hogy közösen keressük meg ebben az ügyben az országgyűlési képviselőt, amennyiben mondjuk jogszabályváltozásra van szükség, vagy lenne szükség, mert ugye hát neki ez lenne a feladata, de amennyiben ez a jogi álláspont támadható, akkor lehet, hogy arra már hogy külön nincs is szükség. Minden esetre ez a mostani napi rendi pontunk. Budai István, Budai Jenő polgármesterekért szólt. Hát minket is nagyon, köszöntelek benneteket, minket is nagyon meglepett ez a levél. Én úgy gondolom, hogy ha mi ezeket a táblákat leszednénk, hogy mostan korlátlanul be lehet mindenhol hajtani egy 50-60 tonnás kocsikkal, és végigmennek azok a keskeny utakon, tehát korlátlanul lehetnek közlekedni, hát pláne, hogy most nálunk 60-70 olyan építkezés folyik a különböző lakóparkokban, ami azért jelentős útterheléssel jár. Én úgy gondolom, azok a központi támogatás, amit a zöld területre is ezekre a útfejlesztésbe adott a kapunk, az egy, hát egy, nem egy jelentős összeg, ezekből ezeket a most már az útnak az építési karbantartási költségei elég magasak, tehát ez egyszerűen nem kompenzálja ezeket a dolgokat. Arról nem is beszélve, hogy ugye van ugye a falu programban időnként sztohasztikusan nyerünk egy-két pályázat, két-három évente egy-egy útszakaszokra, az meg itt nem, mert ugye ezeket az utakat, ezek az autók, a nagy teljesítmény autók, a mixerek, meg nem tudom is, tehát folyamatosan minden a település teljes részén használják. Tehát sem a központi támogatás, sem ezek a faluprogramban nyert pályázatok nem kompenzálják az útfelújításokat. Tehát én úgy gondolnám, két út van, hogyha ezt meg akarják, ugye, meg tartani akarják ezt a kúriai döntést, akkor az lehetne, hogy fölmérnék a településeken, hogy ez körülbelül milyen, hogy mennyit estek el a települések, és központilag valami útalapba ezt a forrást megkapnánk, ami az eddigi gyakorlat alapján ebből beszedtünk forrásokat. De nem is beszélve, hogy ez jelentős adminisztratív terhet okoz, aki kiadja ezeket az engedélyeket. Most volt egy olyan vélemény, hogy hát nem szedhetjük be az engedélyeket, tehát kiadhatjuk. Mi értelme? Tehát ha nekünk semmi bevételünk nincs belőle, közben még dolgoztatjuk a dolgozókat, és különben engedélyet adunk, akkor miért dolgoztassam én a dolgozókat? Tehát egyszer egy ilyen elég káoszt okozna ilyen szempontból, hogy a nagy teljesítmény autók korlátlan közlekedése, azon így teljesen fölöslegesen terhelnénk a dolgozókat, hogy adjunk ki engedélyeket, hogy ezt továbbra is fenntartjuk, mindenféle bevétel nélkül. Tehát ezt valahogy nem gondolták át, tehát ilyen kúriai szinten, ilyen bírói szinten járok sajnos egy-két tárgyalást, tehát ezek az ítéletek, meg a hozzások eléggé ilyen vonalasan, meg ugye ellenzősen vannak, tehát csak a jogszabályok alapján megyünk, de ennek a következményeire általában nem gondol be egy tanács, vagy egy bíró, vagy akár még milyen következményei vannak ennek. Tehát ez csak úgy lehet, hogy valamilyen törvénymódosítás, vagy a támogatásoknak a máshogy tett elosztása, mert ugye nem minden településen egyformán építkeznek. Nálunk most elég jelentős építkezések vannak, és ezek az építkezések, ezek a mixerek, nagy teljesítmény autók viszont mennek, és ezeket a keskeny kis utakat ugye tönkretetik, nem beszélve, vannak alápincézett utak, ami megint ilyen gondot jelent, hogy terelgetni kell össze-vissza ezeket a nagy autókat, és elég kerülő úton tudnak odájutni, ahol éppen építkeznek. Tehát ezek elég komoly problémát jelentenek, úgyhogy egyébként akkor semmi bevételünk nincs. Úgyhogy szeretném, hogy nem tudom, hogy hát itt a BÖT részről közösen fel lehet elépni, hogy egyenként mindenki írjon levletet, ez kéne valahogy egy állásfoglalni, hogy ebben az ügyben például mi a BÖT, mit szeretnénk csinálni. Jó, köszönöm szépen. Deltai Károly, Tejki. Köszönöm szépen a szó, tisztelete, üdvözlöm a megjelenteket. Egyrészt a magával az előterjesztésre is maximálisan egyetértek előttem szóló polgármester társammal is. Az a helyzet, hogy a behajtási engedélyek azok olyan sajátos bevételi forrásai az önkormányzatoknak, amelyeket címkézni lehet útkarbantartásra, útjavításra, útépítésre. Ha ettől elesünk, akkor még jobban szűkülnek azok a lehetőségek, amivel a településeinken élők közlekedési nehézségeit tudjuk picit orvosolni. Rendkívül kevés forrása van a településeknek, ezt mindenki tudja erre a célra. Mindenki csak a saját adóbevételeit tudja erre a célra átirányítani, ha van. Tekintve, hogy pályázati források nagyon szűkösen vannak, mi az elmúlt 12 évben egyszer nyertünk pályázatot, az sem túl nagy összegben.
ellenben a feladat ott van. Telki esetében körülbelül 2 milliárdos hiány van tulajdonképpen egyébként a belterületi utak egyszeri rendezése és karbantartása. Ehhez képest az éves költségünk éppen csak arra elegendő, a legnagyobb problémákat, a kártyúzásokat meg tudjuk oldani. Ha még ebből is elvonnak a behajtási engedélyek sajátos bevételi forrásának a megszületése révén, akkor gyakorlatilag semmit nem tudunk a településeknek csinálni. Úgyhogy maximálisan támogatom azt, hogy lépjünk föl közösen. Nem tudom, hogy egy kúriai döntés lehet-e jogi eszközökkel támadni, ha igen, akkor tegyük meg. Vannak e tekintetben kétségeim, de az, hogy törvénymódosítást javasoljunk, az feltétlenül támogatandó célnak tartom, és szerintem a közös fellépés mindig határosabb, mint az egyéni próbálkozások. Úgyhogy én magam részéről maximálisan kiállok emellett. Köszönöm szépen a szót. Tatmári Gergely, remeteszőles. Köszönöm. Az első, akkor mindjárt, hogyha megkaphatnánk a TEOSZ-nak azt a jogi álláspontját az ügyek kapcsolatban, azt gondolom mindenki nevében mondhatom, hogy azt szeretnénk kérni. A másik egyébként deklarált a hangulatkeltő kijelentésem, hogy van egy 1988. évi úttörvény, és ha jól láttam, Budakeszi is, de egyébként remeteszőlős is 2010-ben alkotta meg a behajtásról szóló rendeletét, és ehhez képest 11 évvel később egyszer csak valaki valamilyen, nem is tudom, álmodott valamit, vagy, és akkor egyszer csak neki szaladtak az összes behajtási rendeletnek, és 11 év után egyszer csak azt mondják, hogy ez egész nem jó, holott ugye az egy önkormányzat megalkot egy rendeletet, akkor ugye felterjeszti törvényesség, annak megvolna a maga menete. Most a törvényesség felügyelet, vagy kormányhivatal, vagy volt ez akkor még talán közigazgatási hivatal, szeretném megkérdezni, az elmúlt 11 évben mit csinált? Tehát, hogy, és ennek az ódiumát ki fogja viselni, mert azért, ha belegondolunk, ezt nem feltétlenül a jegyzőkönyvnek és a kamerának számom, de most már nem tudom másképp elmondani, tehát, hogyha én a jogásszal beszélek, akkor ezzel kapcsolatban az első gondolatok egyike, hogy hát akkor most mi lesz, akkor 5 évre visszamenőleg visszafizetjük az eddig beszedett behajtási díjat, akkor miért és hogyan, és ki tehet erről, az önkormányzat jó hiszeműen járt el. Ehhez képest a kormányhivatalnak a törvényesége felügyelete, akinek azon a dolga segítse a munkánkat és nyilván a jegyző munkáját és az önkormányzat munkáját, az nem tette a dolgát. Tehát ezért egyébként miért én vagyok a hibás és a felelős, és ne legyen kétségünk, a mi környékünkön biztos, hogy van legalább egy olyan befektető, akinek van egy jó jogász, aki ezt valahogy kiszagolja. És ez egy olyan beláthatatlan lavinát fog elindítani, amire most én nem is teljesen értem, hogy nagyjából fél évvel a választás előtt miért volt szükség. Mert ugye azt értem, hogy Budapest is érinti ez a történet, de hogy az agglomerációs kis településeket, nagy településeket, mindegy, de általában ezeket a településeket érinti, az egészen biztos. Tehát egyébként játszhatnánk olyat is, hogy nálunk ugye 12 tonnás a súlykorlátozás a falu teljes területén, akkor azt mondom, hogy bocs, akkor nem jöhet be 12 tonna fölött senki, és akkor nem lehet építkezni. Tehát, hogy ezzel ugye ezt idézik elő. Tehát a behajtási engedélynek nem az a feladata, hogy fincogtassuk az építtetőket, illetve a fuvarosokat, hanem az a dolga, hogy kontroll alatt tartsuk a súlykorlát fölött belépő tehergépjárműveket, és az általuk okozott kárt ebből a behajtási díjból fizessük ki, de ezt már nálam okosabb polgármesterek elmondták. Tehát, hogy egyébként a Menczer Tamás államtitkárnak is jeleztem ezt a problémát, csak ugye 60 napból kifolyólag, és ez, amiből már eltelt nagyjából 30, vagy majdnem 30, itt nincs olyan sok idő erre a történetre. Egyébként ugye jól tudom, tehát hogyha az önkormányzat képviselőtestet azt az álláspontot alakítja, hogy nem ért egyet a kormányhivatal jogi álláspontjával, akkor ugye bíróság, vagy közigazgatási bíróság, vagy nem tudom pontosan, tehát valamilyen irányba indulunk el. Ahol szerintem a kuriai döntés miatt nem annyira parádés az esélyünk. Én is futtatok egy kört az ügyvédünkkel, de... Jó, köszönöm, csak ennyi volt. Köszönöm. Mi álláspontunk azért az, hogy a kormányhivatal saját hatáskörébe azért még fölülvizsgálhatja ezt, tehát nem rögtön automatikusan fordul bírósághoz a képviselőtestületi döntések tekintetében, hanem főleg, hogyha minden képviselőtestület azt írja, hogy ezért és ezért nem ért egyet, akkor azért felülvizsgálhatja ezt az egészet, mielőtt az összes önkormányzattal
az érintett önkormányzattal mondjuk perre megy. Szóval akkor az lenne a javaslatunk, hogy természetesen az összes jegyzőnek elküldjük akkor a TÖOSZ-nak ezt a jogi állásfoglalását, és akkor az önkormányzati képviselő esetében pedig írunk egy ilyen tájékoztató levelet az önkormányzati társulás nevében, hogy ebben az ügyben lépjen föl, járjon el a megfelelő irányokba. Országgyűlési képviselő, bocsánat, hanem azt mondtam, arra gondoltam. Ha ez így elfogadható, akkor indítanánk a szavazást. Tíz igennel egy hangban megszavaztuk, és akkor a következő előterjesztés egy tájékoztató szintén, az új Globomax döntéshozó, vagy döntéstámogató rendszer működéséről. Somogyi Farkas társulási referens munkatársa. Mi a szó, tessék? Köszönöm szépen, én is tájékoztatom, köszöntöm a jelenlévőket. Budakeszi Városi Önkormányzata egy új Globomax rendszert alkalmaz a döntések előkészítésében. Ennek a része egy olyan szövegfelismerő rendszer is, ami a jegyzőkönyvezést fogja segíteni, ez utóbbit fogjuk mi is használni, tehát a jövő hónaptól fogva kérem a polgármester urakat, hogy ennek megfelelően beszéljenek, hogy ezt a rendszert segíteni tudjuk, és természetesen ennek megfelelően szó szerinti jegyzőkönyvek fognak készülni. Köszönöm szépen. Ez a munkát megkönnyíti, bár azért át kell azért, ettől függetlenül útból meg kell hallgatni, meg ki kell javítani, tehát azért nem lesz annyira hibátlan, de azért hibátlan lesz. Jó, aki tudomásról veszi a tájékoztatást, az legyen kedves igennel szavazni. Kilenc igen, egy nemmel elfogadtuk, és akkor a következő, az ortofotó elkészítésére vonatkozó árajánlatok esetleges bekéréséről szól. Korábban beszéltünk már arról, hogy közösen rendeljünk-e ortofotók elkészítésére vonatkozóan, vagy lépjünk fel közösen ebbe az ügybe, akkor ezt a döntést elnapoltuk azzal, hogy végig gondolják a települések, hogy kinek lenne esetleg szüksége erre a rendszerre. Ez sok szempontból a polgármesteri hivataloknak a munkáját, az adóztatást és egyéb ilyen felderítési munkákat csak megsegíteni. Budakeszi mindenképpen megrendeli, tehát a mi területünkre, de hát nyilvánvalóan nem kérdés, hogy a minél nagyobb területre vonatkozik ez a felvétel elkészítés, akkor az annál kedvezőbb ajánlatot jelenthet. Remete Szőlős, Szatmári Gergely, tessék. Köszönöm. Tehát ugye, nem tudom, a ortofotó tudja mindenki, hogy az mit jelent. Tehát mérhető, tehát gyakorlatilag fénykép. Tehát ugye egyébként nagyon jó dolog, csak ez akkor tudja bárki bármire használni, ha emögötti térinformatikai rendszere megvan, és a hozzá tartozó adatbázis. Hogy semmiképpen sem szeretném lelőni a poént, meg csak hogy tudjuk, hogy miről döntünk, tehát hogy arra is jó lehet persze, hogy kirakjuk a hivatal falára az éppen aktuális ortofotót, de az magában még kevés. Tehát ez akkor igazán poén, ha ott van mögötte a térinformatikai rendszer. Köszönöm csak én. Köszönöm szépen a szót. Őszintén szóval nem emlékszem, hogy településenként ez mekkora terhet jelent. Mi ezt még nyilván nem tárgyaltuk, mert nem volt erre lehetőségünk. Ahogy Palott kollégám az imént említette, ez muszáj, hogy legyen egy térinformatika rendszer, hogy ezt szakszerűen tudjuk használni, és az összes, tehát komplex költséget kell nézni ahhoz, hogy ebbe tudjunk dönteni. Jó lenne, hogyha kapnék egy számot, ezt megköszönném, bevinném a testületeli mindenképpen, nyilván azzal, hogy akkor a kapcsolódó térinformatikai fejlesztés is meg kell tenni, ha nem áll rendelkezésre a megfelelő, erről most nem tudok nyilatkozni. Köszönöm szépen a szót. Akkor hogy kérdezem azt, hogy van olyan település itt, akit érdekel ez az ortofotó?
mert akkor a hivatali kollégáim fölveszik a ti hivatalatokkal a kapcsolatot, és akkor minden részletet kitárgyalnak. Tehát most csak egy szándék kellene, hogy ki az, aki ebbe részt szeretne venni, és akkor mondja Betike. Ami hogy el kellene kezdeni akkor a beszerzését, tehát három eljárt kérés, mert hogy lehullanak a levelek, és akkor meg lehetne csinálni az új felvételt. Hát tavaly is kicsúsztunk belőle, mert így az eljárással már ráki is lett, amire lehetett volna készíteni, akkor meg már nem célszerű. Úgyhogy nekünk, mi tavaly is tudtunk rá, ha jól emlékszem, akkor Budakeszi irányban 6 millió körüli eljártot kaptunk. Tehát, hogy Darján István, Bíróságról. Köszönöm szépen, én is tisztelettel üdvözlök mindenkit. Mi már rendeltünk egy ilyen ortofotó készítését, illetve megrendeltünk egy ilyen ortofotó készítését, ugye itt az is fontos, hogy ez milyen jellemzőkkel történik. Amit mi rendeltünk, ott magassági jellemzők is vannak benne, és hát a felbontása jóval nagyobb, mint amit ugye hivatalosan megkaptunk a földhivataltól. Ennek ellenére, vagy emellett mi természetesen szívesen részt veszünk ebben, de nekünk már van egy elkötelezettségünk ezen a területen. Most ezt fejből nem tudom megmondani, hogy ez a szerződés mennyi időre szól, valószínűleg egy évre. De nyilván részt veszünk benne, csak a mostani esetleges szerződéskötés emiatt, vagy szerződéskötésben emiatt mi most nem tudunk részt venni. De szerintem egy ajánlatkérés az mindenképpen célszerű, mert akkor lehet döntési helyzetbe kerülni, hogyha látja a társulás, hogy ez mibe kerül. És mondom, a jellemzők nagyon fontosak, hogy ez megfelelő felbontású legyen, és magassági jellemzők is legyenek benne. Köszönöm. Igen, én azt szeretném megkezdeni azoktól, főleg aki már használ ilyet, vagy aki gondolom, hogy tudják és utána néztek, hogy jogilag ez mennyire állja meg a helyét. Az előző napi rendeknél egyikénél volt, hogy ezt valamilyen rendeteinket megtámadták, gondolom valamilyen állampolgárok vagy valamilyen érdekcsoport. Lehet-e az, hogy valakinek nem tetszik, hogy az ő ingatlanát fotózzák, és ez alapján eljárnak el. Megmondom, ilyenekre is alkalmas adók kivetésére, meg egyébre, hogy mennyire van ez jogilag védve, vagy mennyire felhasználhatók ezek a képek. Mert ugye van hasonló, nem ugyanaz, de mégis hasonló a drón, például a drónfelvételek készítése, azt is most szabályozták, és ott sem lehet akármikor akárkinek az ingatlanáról felvételt készíteni. Tehát, hogy ezt tudjátok-e most így kapásból megválaszolni valaki, vagy utána kellene akkor nézni? Nagyon röviden, csak annyit, hogy természetesen folyamagasságból készítik az ortofotót, ami GDPR szerint nem minősül magánlagsértésnek és egyéb ilyen BTK-ba ütköző cselekménynek. Gondolom a szerződés is arról szól az ortofotóval, hogy ez nem adható ki harmadik félnek, csak a hivatal használhatja fel, és csak adófelderítésbe. Tehát jogilag ez biztos, hogy le van védve, de ennek részletesebben természetesen utána nézünk. Én annyit azért hozzátennék, hogy nálunk jelenleg is publikus az ortofotó, amit a földhivataltól kapunk, tehát van ennek azért olyan formája, ami publikusá tehet, és akivel mi szerződtünk, az is ilyen, tehát a miénk az publikus lesz. Tehát jelenleg az önkormányzat honlapján ott van a földhivataltól kapott hivatalos ortofotó, csak hát annak a felbontása az nem mérhető ahhoz, amit mi szeretnénk. Köszönöm. Értjük. Most a határozati javaslat azért úgy szól, hogy fölkérjük a polgármestereket, hogy szeptember 30-áig jelezzék, hogy településük részt kíván-e venni közös ortofotó készítésére vonatkozó ajánlat kérésben. Tehát egyelőre csak ajánlatot kérünk, meglátjuk, hogy mennyibe kerül, és akkor már szavazunk. Nagyon nem. Akkor nem magyarázom tovább, aki ezzel egyet, az már indítható a szavazás. Hát de van, aki utolnál akar gondolni. 10 igennel egy hangon megszavaztuk. Jó, az utolsó napi rendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy kíván-e valaki bármiféle dolgot az egyebekben. Remete Szőrös, polgármester úr. Tessék. Most már megkaptad, mert... Tehát...
A szociális adatellátás része a házi segítség nyújtás, amivel mi együttműködünk, és nyilván nálunk most ez konkrétan felmerül több esetben, de ahogy a Voltál egyeztettem, ez ugye a környéken elég fontos kérdés, vagy legalábbis mindenképpen figyelembe vendő kérdés, hogy a házi segítségnyújtásnak van ez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásos változata, amire a technikák rendelkezésre állnak, de az emberek egy nem. Tehát aki ebben a szolgálatban részt tudna venni, és a Zsolt arra panaszkodott, hogy erre ő ad föl folyamatosan álláshirdetéseket, de hát olyan jelentéktelen összegeket tud meghirdetni fizetésnek, hogy ezért nem jönnek el. Viszont én azt érzékelem, lehet, hogy csak nálunk van így, de nem vagyok ebbe biztos, hogy erre azért volna igény. Javasolnám egy kicsit részletesebben kivizsgálni, hogy erre azért vannak egyéb szolgáltatók is, de ha nincsenek, akkor nem volnának, de vannak, akkor is bizonyos értelemben meg lehetne oldani, csak megint a szűk keresztmetszet ugye az emberhiány, és az emberhiány pedig azért, mert egyszerűen nem tudunk erre megfelelő mennyiségű forrást áldozni. Viszont ha böt szinten ebben az ügyben elő tudnánk annyira lépni, hogy megnéznénk, hogy esetleg más ilyen típusú magánszolgáltató ilyen szinten mennyire tudná vállalni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, A verzió, B verzió, a HIT kaphat-e esetleg olyan plusz forrást, ha van-e persze igény, hogy most már érdemben tudjon fölvenni olyan embereket, akik ezt a feladatot el tudják látni, akkor az egy jó előrelépés lehetne. Én, ahogy a Zsolt számaiból hallottam, elég jelképes számú embert ér el ez a szolgáltatás, holott szerintem sokkal többre volna igény. Akár még úgy is, hogy adott esetben a illető idős embernek a gyereke, aki itt él a környéken, akkor valószínűleg, hogy is mondjam, anyagilag erősebb, hozzá tudna járulni. Szóval, hogy ezt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást most ugye nagyon alaplángon járatjuk, de ennél szerintem sokkal nagyobb az igény rá, és nem látom természetesen pontosan, hogy ezt hogy lehetne úgy megszervezni, hogy a általunk nyújtott szolgáltatás mennyisége és az igény, a igény mennyisége az találkozzon, mert most nem találkozik, az hogy tudnánk megszervezni. Tehát nyilván ez egy szakmai előkészítést igényel, de én ha kérhetem és kezdeményezhetem, azt szeretném kérni, hogy ezt a kérdéskörbe tudnánk-e járni. Tehát, hogy akár nem a híddal, hanem egy magánszolgáltató, vagy egy diszpécser szolgálat kell, kiszálló emberek, meg ez a kütyű, amit meg tud nyomni a néni bácsi, ha baj van. Tehát, hogy ezeket akár térségi szinten nem tudnánk-e hatékonyabban, vagy legalábbis az igényeknek megfelelő volumenben ellátni. Köszönöm. Most ezt a jegyző úr és a Somogyi Farkas kollégám följegyzetelt, a következő ülésekor behozunk egy ilyen napi rendi pontot, ezt a témát körbejárják, és akkor Bencsik Zsolttal is beszélünk, sajnálom, hogy most el kellett szaladnia, hogy ezt most nem hallotta, de akkor ez következő üléshez kitárgyaljuk, jó, írásban is. A pénzügyi része, de tudom mondani erre. Most nem mondom, mert nem csak pénzügyi része van, hanem sok szakma, és még öt, vagyis négy polgármester szólt kérni. Pont a törőzőben, hogy a hitkérlek projekt keretében ez más polgármesternél is felmerült, hogy tehát egy kondrömi nyűségre például osztani sok felkülést egyesít. És ugye nagyon nagy probléma például a hétvégi házi gondolás is, és ott eredetben gondolkoztunk, hogy egy böt keretében szervezünk meg, de más polgármesterek is az osztály más részén is társulásban gondolkodnak, tehát ez lehet egy jó irány, és akkor vannak még más összetevés is, úgyhogy valóban viszont az állás... Következő ülésre komplexen feldolgozzuk ezt a témát, nem? Hát mi is tudjuk, hogy élő probléma. Jó. Budai István, Budai Jenőről. Innen ilyen prózai dolgot szeretnék mondani. Holnap nálunk lesz egy olyan gasztronómiai találkozó, a Magyarország mind a 12 nemzetisége ott lesz, és mind a 12 nemzetiség készít valami különleges ételt és árut, hogy ezt a miniszterelnökség egyházi és nemzetiség államtitkárság szervezi, csak nálunk bonyolítja a magtánál.
ami nekünk rengeteg munkát jelent, de vállaltuk rátelepítve a szület borünnepre. Ott lesznek fellépők is, hogy kb. Este 10-ig, tehát ott különleges nemzetiségi ételeket lehet nagyon jelképes áron 200 forintért fogyasztani. Hát én invitálom, akinek van ideje, hogy erre jöjjön át, mert ezt a szórakozás szempontjából is érdekes, meg az, hogy tényleg találkozunk ott a Magyarország összes, de mind a 12 nemzetiségével, 13-an igaz, a cigány nem vesz részt, de a többiek mind részt vesznek, tehát erre invitálnak benneteket. Másik, mert lesz a szület borünnep, ugye a következő nap, és ott is invitálnak benneteket, küldtem is meg, jó, akinek van ide, nagy szeretettel várunk benneteket a lovas felvonulástól a különböző műsorokig, meg a bora, meg lesz 10 ilyen az ország minden tájáról viszonylag minőségi borászok, akik ott ugye a borokat árulják. Hát ez jó rendezvény szokott lenni. Úgy egyeztettem a titkárával, a Menczer Tamásnak, hogy 16 óra körül ő nem akar a lovas felvonulást, de akkor föl szeretne szólni, amikor a legnagyobb a tömeg. Hát akkor ott lesz és felszólal ezen a rendőrnél. Hát mondtam neki, kis lazább, tehát nem kellene nagyon hivatalosan, de bemutatkozásra, hogy az ember jó arculata legyen neki itt az emberek előtt, ez egy jó lehetőség erre. Köszönöm szépen, szerettem. Köszönjük szépen a meghívást mi is. Én biztos, hogy megyek, én mindig szoktam menni Budaerőre, most azért nem szerveztünk ide, lett volna egy párhuzamos program, hogy nehogy a Budaerőre program fényét bármi elhomályosítja. Így van, így történt. 12, nem emlékszel? 12. Pondérben. Székely Robert Pilis játszvonó. Remélem működik. Szóval örömmel és jelentem, hogy július közepén lezárult az adósságrendezési eljárás. Köszönöm szépen a csapat támogatását. Ez azt jelenti, hogy megkezdtük az adósságtörlesztést. A BÖT-nek is tartozunk 10 millió forinttal. Úgyhogy innentől kezdve célunk az, hogy ne 7 év alatt fizessük meg, amit vállaltunk, hanem korábban. Viszont egy jelenségre szeretném felhívni ezzel kapcsolatban a figyelmet. Ugye van egy szabály, hogy akik nem jelentkeztek be az adósságrendezési eljárásba, a jogerős lezárás után 2 évvel jogosultak a teljes követelésükre. Ehhez képest most a nagy közszolgáltatók mind megtámadtak bennünket, és átadták a NAV-nak a követelésüket, a NAV pedig mindenféle jogi cicó nélkül leemeli, inkasszálja. Úgyhogy hiába a szabály. Lehet, hogy így, ha így haladunk, akkor megint adósságrendezésbe taszítanak, bár most valószínűleg a költségvetés ágyúrmázásához meg tudjuk előzni, de azért a jogállamban ez nekem egy kicsit furcsának tűnik. De még egyszer köszönöm a BÖT-nek a támogatását. Köszönöm szépen a szót. Székely László. Köszönöm szépen. Én ugyanezt még a Globomax-nál akartam mondani, csak nem vetted észre, hogy jelentkeztem, de nem baj. De gondoltam, elmondom, hogy mi már 2 éve használjuk ezt a rendszert, és éppen most adtuk vissza, mert olyan értelmetlen szöveget ír le ez a rendszer, hogy mindenképpen végig kell nézni valakinek, és ha már végignézi, akkor ugyanolyan, mintha megírná. Úgyhogy nem tudom, ezt azért meg kell gondolni, hogy vagy javítsanak rajta, mi most ezt már nem használjuk. A másik, amit akarok mondani, hogy biztos hallottátok, hogy a külgazdasági miniszter bejelentette egy héttel ezelőtt körülbelül a Pátyi autópálya lehajtó és a falu közötti út, a teljes főútvonal és a Telki útnak a teljes felújítását, illetve megépítését, amit márciusig meg kell kezdeni. Én egyébként úgy gondolom, hogy ez az egész térségre mindenképpen kifoghatni jó irányba, mert nem Budakeszit fogja terhelni minden település, hogy innen közelítse meg Budapestet. Úgyhogy ebből a szempontból, ja, még Biatorbágy is, hát persze. Úgyhogy
Úgyhogy mi nagyon örültünk neki, hogy végre idáig eljutottunk, és hát reméljük, hogy a jövő évben ez meg is épül. Köszönöm szépen. Köszönjük. Tarján István. Köszönöm a szót. Ha már előkerült ez a beszéd felismerő rendszer, mi is használjuk, de nekünk meg jók a tapasztalataink. Tehát ez nyilván nem csak ezzel van így, hanem sok minden másról. Köszönöm. De nem emiatt kértem szót, hanem a mi körzeti, köszönöm szépen, a körzeti megbízotti szolgálatunk vezetője jelezte nekem szóban, hogy itt a mai napon elő fog kerülni a szolgálat vezénylésének a témája, de ha most nem került elő, nem tudom, honnan vette ezt az információt, akkor én annyit megosztanék veletek, hogy azt az információt juttatta el hozzám, hogy a 8 órás munkarendről 12 órás munkarendre tervezik átszervezni a körzeti megbízotti szolgálat vezénylését. És ez az ő megítélése szerint, és én ebben bízom az ő ítéletében, ez azt jelenteni, hogy kevesebb napot töltenek a körzeti megbízottak az adott helyen, mert ugye ha 8 órát kell tölteni egy szolgálati helyen, akkor az több napot jelent, mint ha 12 órát, és a 12 órában ott töltött idő, az abban jóval nagyobb mértékben van holt idő, tehát abban a délelőtt is benne van, amikor nincsenek bűncselekmények, ugye statisztikai adat, tehát hogy nem tudom, hogy kapott-e erről valaki tájékoztatást, én nyilván fogok tőle kérni, hogy akkor ez az információ hivatalos-e vagy nem, de mindenféleképpen szerettem volna akkor erre felhívni a figyelmet, hogy előkészítés alatt van egy ilyen döntés, vagy lehet, hogy már megszületett, ezt nem tudom, mivel én azt hittem, hogy majd itt bővebb információt kapok erről, de a figyelmet mindenképpen szeretném erre felhívni, hogy az ő megítélése szerint ez kedvezőtlenül érintheti a Budaörsi rendőrkapitányság ellátási területén lévő településeket. Utána érdeklődünk. Jó. Én is, hát akkor felhívom a kapitány urat, vagy megkérdezem a kapitány urat, csak én azt hittem, hogy itt valaki előjön ezzel, mert ő ezt mondta nekem. De, hát, hogy nem ez... jött elő, de akkor köszönjük a tájékoztatást. Bocsánat, Varga László polgármester úr. Jó. Akkor megadjuk Csizma Dős Zsuzsának, mert... Emiatt jelentkezte Zsuzsa? Az átszervezéssel kevesebb idő jut a településeken való jelenlétre. Nekem jelezték, én is gondoltam, hogy azért jobban utána nézek a dolognak, de azt kérték, hogy közösen lépjünk föl, és levélben jelezzük a kapitányság felé azt, hogy az átszervezés számunkra, a települések számára hát negatív irányba hat. Jó, tehát én is ennyit tudok arról, amit elmondott a polgármester úr. Gyertai Károly. Köszönöm szépen a szót, csak két gyors reakciót az elhangzottakra. A hangfelismerő szoftverre kapcsolatban nekünk is van a tapasztalataink, mellé mindenképpen ajánlott egy logopédiai képzés. Tehát ahogyan például én beszélek, az teljesen alkalmatlan arra, hogy rögzítésre kerüljön, és automata bármilyen módon felismerje. Nyilván vannak olyan szerencsés adottságú szónokok, akiknek a beszéd annyira tiszta, hogy a gép is képes hibátlanul felismerni, de ha nem ilyen a tévéskeretestet többsége, akkor az élő munkát mellé kell tenni ugyanúgy. Ez sajnos ezt tapasztalat, tehát az ékeszólás is fontos emellett. A technika egy dolog, és a szónoki képesség az egy másik kérdés. A kettő együtt működik csak. Szeretnék Székely László polgármester úr bejelentésére röviden reagálni. Ez egy nagyon fontos, és szerintem nagyon örömteli hír, és nagyon szurkolok neki. Egy problémám van vele, és az a kicsike kétségem még mindig ott van, hogy ez 4 évvel ezelőtt is volt már egy ilyen hír, és akkor is nagyon örültünk neki, és utána nem történt semmi. Tehát én most nagyon, nagyon szorítok, tehát hajrá, Laci! Borban
Amiért én alapvetően szót kértem, illetve akkor nyomtam meg a szót kérek gombot, amikor a budai polgármester úr elkezdte promotálni a rendezvényeket, akkor eszembe jutott, hogy én is készültem ilyennel, de ezt majd utána, itt a rendőrségre reagálva én is hozzám is eljutott ilyen hír, hogy átszerezés készülődik, ami minket negatívan érinthet. De hát ugye azt is mellé tették, hogy létszámhiány van, súlyos létszámhiány van. Ezzel a kapitány se tud mit kezdeni, nem tudom, ki tud ezzel mit kezdeni, a belügyminiszter, vagy nem tudom ki. Ez az egyik. Tehát akkor visszatérve, amiért eredetileg, tehát a budai polgármester úrra reagálva, mi nagyon ügyeltünk arra, hogy kitérjünk a nagyon nagy hírű és hagyományokkal rendelkező bor és születés borünnep elől, ezért a következő hétvégén, 25-én szombaton tartjuk a piac és közösségi tér átadó ünnepségét, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Nem tudom, hogy megye még a közvetítés a nézőket is. Mindenkit, polgármester, hölgyeket, urakat, hogy? Igen, mindenkit szeretettel várunk. Akik itt vannak, azoknak a meghívót is majd átadom. Lesz protokoll része, a szokásos, mint mindenhol, utána kis gyermekprogram, és délután este felé meg felnőtt program. Pálinka és sütemény mustra. Arra is várunk mindenkit. Az nincs rajta a meghívón, de az kapcsolt rendezvény. Köszönöm szépen a szót. Köszönjük, Tarján István, Biotorbány. Bocsánat, hogy ismét szót kérek a körzeti megbízotti szolgált miatt. Én azt tartanám észszerűnek, hogy akkor ne külön-külön kérjünk, vagy forduljunk a rendőrkapitánysághoz, hanem a BÖT hivatalosan kérjen tájékoztatást az átszervezésről, hiszen ezek azért csak szóbeli információk, tehát kérjünk tájékoztatást, és utána ennek ismeretében lehet lépni, hogy mit tegyünk. Én akkor nem szeretném a Biatorbágyi rendezvényt itt promotálni, de természetesen Biatorbágyon is most van rendezvény, mert hogy nyáron nem lehetett tartani, úgyhogy én csak ennyit szeretnék mondani, akit érdekel, az meg fogja találni. Hát a hétvégén a Biatorbágyi Város ünnep, ami egy háromnapos program, akit érdekel, azt várunk szeretettel, ami szeptember és Pótváros ünnep nevet viseli. Köszönjük szépen, jegyzetet fogunk írni a budaörsi rendőrkapitány úrnak egy levelet, tájékoztatást fogunk írni, és az ezzel kapcsolatos választ is természetesen a polgármester uraknak, a hölgyeknek elküldjük. Tessék! Akkor én is szeretném megadni a szót, hogy mindenkinek tele legyen a naptárja, szeptember 22-én. Kerékpárt átadót szervezünk. A mobilitási hét utolsó napján, az autómentes napon átadjuk a Nagykovácsit és Remete szőlőt, Budapesten összekötő kerékpár utat, úgyhogy mindenki sok szeretettel látunk is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van-e még esetleg bármiféle hirdetni való? Csizmadia Zsuzsa? Portalanul, de én is 18-ára invitálom sok szeretettel és tisztelettel a polgármester hölgyeket, urakat és minden kedves Buda környéki lakost. Falunap lesz 18-án Herceghalmon 10 órától 23 óráig, és szeretném a polgármester úr mellett én is megkérni a polgármestereket, illetve a BÖT vezetőjét, hogy közösen lépjünk föl a rendőrség irányában, és legalább az előző rendszert kérjük vissza. Jó, mert az sokkal egyszerűbb és rendszeresebb volt a jelenléte a körzeti megbízottnak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Más nem kért szót, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a mai munkát, és nagyon sok hasznos és érdekes és fontos dologról beszéltünk, és ezzel az ülést bezárom.